Üdvözlök mindenkit a mostani videó témája, a leggyakoribb hazugságok, amit a narcisztikus szeretne elhitetni veled. A narcisztikus zavarban szenvedő emberek gyakran manipulálják és torzítják a valóságot, annak érdekében, hogy fenntartsák a hatalmukat, a befolyásukat más emberek felett. A mai videó a leggyakoribb hazugságokat taglalja, amelyeket a narcisztikus mindenáron szeretne veled elhitetni. Hazugság egy minden tudó és mindenható. A narcisztikusnak az elsődleges célja, hogy elhitesse veled, hogy ő mindent tud, mindenre, bármire képes. Tehát gyakran viselkednek úgy, mintha isteni képességekkel rendelkeznének, akik soha nem tévednek semmiben. Ezt az, ezt az illúziót, ezt azzal erősítik, hogy minden helyzetben megfigyelhető náluk, hogy nagyon határozottan, nagyon magabiztosan lépnek fel, mintha minden kérdésre ők már tudnák a választ. Természetesen itt a, a grandiózus narcisztikusokról van szó, nem pedig a rejtett narcisztikusokról. Tehát ez a viselkedés ez az sugalja, hogy ők hibátlanok, és mindenben a legjobbak, és ez miatt hát, Pont ezért mások hajlamosan vakon megbízni bennük, hiszen egy karizmatikus, látszólag egy nagyon határozott személyiség az, amit mutatnak. A valóság azonban az, hogy hát senki sem minden tudó, senki sem minden ható, senki sem istenszerű, minden ember hibázhat, és hibázik is. Viszont egy egészséges ember az tanulhat a vétett hibákból, a narcisztikus, az, az viszont nem tanul, tehát nem ismeri el a saját hibáit, mivel ha beismerné, akkor ezzel a tulajdonképpen a saját esendőségét is beismerné, ezt pedig nem tudja összeegyeztetni az idealizált, hamis én képével. A hamis én, mint tudjuk, minden tudó zseniális, magikus gondolkodása van. A narcisztikusoknál ez a magikus gondolkodás ez azt jelenti, hogy Irracionális módon hisznek abban, hogy ők maguk nagyon különlegesek, minden tudóak, mindenhatóak, istenszerűek. Tehát tényleg elhiszik, hogy, úgy, hogy ők nagyon különleges képességeik vannak, és hogy a, az ő gondolataik, a, az ő kívánságaik azok képesek befolyásolni a valóságot. Ez az illúzió, amiben élnek, ez lehetővé teszi számukra, hogy fenntartsák a saját nagyságuk, a saját felsőbbrendűségüknek a képét, és ezzel manipulálják, és kontrolláljanak másokat. Az ilyen típusú ember az gyakran megpróbálja elhitetni veled, hogy csak az ő tanácsuk, csak az ő irányításuk az, ami sikerhez vezethet, és hogy te nélküle tulajdonképpen képtelen vagy bármire is. Tehát ez a manipulációs stratégia, ez arra szolgál, hogy a narcisztikus az fenntartsa a hatalmát és a kontrollját mások felett. A kettes hazugság az időtlenség illúziója. A narcisztikusok egyik nagy hazugsága, ez az időtlenség illúziója, amelyel azt akarják elhitetni veled, hogy az ő világukban hát nincsen múlt, nincsen jövő, mi az, ami létezik, hát csak a jelen, ahol ők mindenhatóak. Percisztikus számára a múlt és az jövő az nem létezik, csak az ő jelenlegi hatalma és befolyása. Ez az ez a prioritás, ez, ami, ez az, ami fontos. Tehát ez a szemlélet ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy figyelmen kívül hagyják az összes múltbéli hibáikat, cselekedeteiket, valamint hogy ne gondoljanak a jövő következményeire. Az ő világukban minden körülöttük forog, és te is része vagy ennek a világképnek, amit ők erőszakkal, vagy megtévesztéssel, vagy bárhogy máshogy, de próbálnak valahogy elfogadtatni veled. Az időtlenség illúziója miatt, tehát a narcisztikus úgy érzi, hogy ők örökké hatalmon lesznek, és hogy mindenki másnak is el kell fogadnia ezt a fennálló helyzetet. Ez a szemlélet, ez lehetővé teszi számukra, manipuláljanak, irányítsanak másokat anélkül, hogy felelősséget kellene vállalniuk a tetteikért, és gyakran arra használják ezt a, felhasználják ezt az időtlenség illúzióját arra, hogy megkerüljék ezáltal a felelősségvállalást is. A múltbeli hibáikat és bűneiket azt nemes egyszerűséggel elfelejtik, tehát meg nem történté nyilvánítják, a jövőre vonatkozóan pedig nem gondolnak arra, hogy a tetteiknek következményei is lehetnek. Az időtlenség illúziójának felismerése segíthet abban, hogy megértsd, a narcisztikusok hatalma és befolyása az természetesen nem örök, és hogy te is képes vagy változtatni az életedben. Megértheted, hogy a jelenlegi helyzet az nem állandó, és lehetőséged van arra, hogy kilépj a narcisztikus által létrehozott hamis valóságból. Ez a felismerés pedig erőt adhat neked ahhoz, hogy a saját életed irányítását visszaved, és olyan döntéseket hoz, amelyek a te jövődet formálják, szolgálják, nem pedig a narcisztikus illúzióját táplálják. A narcisztikus zavaros emberek delúziós, téveszmés állapotban élnek sok esetben. Menjünk a harmadik hazugságra. Te tehetetlen vagy. Mondhatni, hogy a narcisztikus egyik legfontosabb célja, hogy elhitesse veled, hogy te semmire sem vagy képes. Buta vagy, ökör vagy, semmire sem vagy képes, semmihez sem vagy elég jó, korlátolt vagy, csoda, hogy magadtól levegőt bírsz egyáltalán venni. Tehát ez gázlángozással, önbizalmadnak a teljes alásásával, folyamatos degradálással, megalázással és különféle manipulációs, érzelmi és pszichológiai manipulációs taktikákkal érik el. A céljuk az, hogy úgy érez, nincs más választásod, mint követni az ő szabályaikat, utasításaikat, hiszen nélkülük te életképtelen vagy, tehát azt akarja elérni, hogy a függője legyél mindenben. A narcisztikus mindent megtesz annak érdekében, hogy elbizonytalanítson, hogy meggyengítsen, Teljesen tehetetlennek érez magad, tehát gyakran használnak olyan taktikákat, mint már mondtam, mint például a gázlángozás, amely során elferdítik a valóságot, hogy kétségbe vond a saját emlékeidet, az ítélőképességedet, hogy a végén már megkérdőjelezd a saját mentális állapotodat. Ezzel párhuzamosan pedig nagyon gyakori, hogy azt is csinálják, hogy megalázzák, kritizálják azokat a döntéseidet, tetteidet, amelyek egyszerűen nem es egyszerűséggel nem egyeznek meg az ő elvárásaikkal. Tehát mindezek célja, hogy elhitesd magaddal, hogy nélküle te valóban képtelen vagy boldogulni. Az ő világukban te nem vagy több, mint egy báb, akit irányíthatnak, akit kényű kedvük szerint manipulálhatnak, azonban a valóság az, hogy minden ember rendelkezik a, a képességgel, a lehetőséggel, hogy változtasson az életén, és hogy boldoguljon önmagától, ne pedig másoktól függjön. A narcisztikus csak abban mester, hogy elhiteti azt veled, hogy az erő 100%-a az nála van, miközben nálad 0% van, a valóságban viszont ez a helyzet ez pont fordított, nálad van a 100%, nála pedig a 0%, ami az erőt illeti. Még a következő hazugságra nagyon különleges, mindenkitől különb, egyedi. A narcisztikus szeretné elhitetni veled, hogy valóban nagyon különleges, nagyon egyedülálló, ezért jogosultak arra, hogy a saját világképüket azt nem is egyszerűséggel rá kényszerítsék másokra, tehát úgy tekintenek, úgy tekintenek saját magukra, mint ha ők lennének a legfontosabb, legértékesebb emberek a világon. Tehát ilyen delúziós állapotban vannak, ez az illúzió, ez lehetővé teszi számukra, igazolják a saját viselkedésüket, legalizálják a saját cselekedeteiteket, hiszen egy istenszerű figurának tulajdonképpen mindenhez joga van, tehát gyakran használják azokat az érveket, hogy ők nagyon kivételes képességekkel rendelkeznek, és hogy senki más nem képes arra, amire ők. A valóság azonban az, hogy minden ember különleges, minden ember egyedülálló a maga módján, tehát az ő különlegességük, és az ő egyedülállóságuk az csak egy illúzió, nem látják reálisan önmagukat, sem pedig a képességeiket. Tehát a narcisztikus idézőjeles, különlegességének, egyedülállóságának a felismerése, az segíthet abban, hogy megértők sem jobbak, vagy értékesebbek nálad, tehát te is képes vagy arra, hogy boldogulj és sikeres legyél az életben anélkül, hogy a narcisztikus irányítana, befolyásolna téged mindenben. Menjünk a következő hazugságra. Ők jóságosak, önzetlenek, empatikusak, tehát a narcisztikus gyakran mutatkozik, nagyon jóságosnak, önzetlennek, empatikusnak, rejtett narcisztikusról beszélünk akkor főként, ők, ők még ezt a szerénységet is állandóan mutatják, hogy szerény emberek, adakoznak, állatokat mentenek, tehát ezzel is, hogy elnyerjék mások bizalmát és jó hírnevet csináljanak maguknak, azonban hát ez mondjuk úgy, hogy gyakran az esetek többségében csak egy álca, hogy manipulálják a környezetüket. Tehát a kutatások ezt már kimutatták, hogy a narcisztikusok nagyon is hajlamosak olyan pro-szociális viselkedést mutatni, amely valójában a saját Önös érdekeiket szolgálja, tehát gyakran használnak olyan stratégiákat, mint a jótékonykodás, önkéntesség, emberek tanítása, embereknek a segítése különböző területeken, állatmentés, nagyon sok mindent ide lehetne még mondani, hogy ezzel is elnyerjék mások elismerését és jó indulatát ez az álca, ez lehetővé teszi számukra, hogy manipulálják a környezetüket, és növeljék az önértékelésüket, tehát rengeteg helyről jön így nekik pozitív megerősítés, és sok narcisztikusnak rendkívül fontos az, hogyan ítéli meg őket, a külvilág, a többi ember milyen véleménnyel van róluk, és sok narcisztikus egy ilyen pro-szociális életet él. Ennek a viselkedésnek az a célja, hogy mások azt, azt higgyék, hogy, hogy a narcisztikus az valóban jóságos, valóban mennyire empatikus, mennyire önzetlen, miközben valójában csak a saját érdekeiket szolgálják, a saját narcisztikus forrású beszerzése, ez a prioritás, ez a cél, nem pedig az önzetlen segítés más embereken. Tehát ez csak egy álca, amely mögött manipuláció és önérdek az, ami meghúzódik, nem pedig az önzetlenség. Még a következő hatalmas nagy hazugságra, ők az áldozatok, az örökös áldozatok. Narcisztikusok gyakran azt a hazugságot terjeszték, hogy ők az örökös, az igazi, nagy, hatalmas áldozatok, és mindenki más bántalmazza, vagy igazságtalanul bánik velük, tehát ezzel a stratégiával próbálják elterelni a figyelmet a saját, elterelni a figyelmet a saját káros viselkedésükről és a manipulatív tetteikről hát hogy mennyire vannak ezzel pontosan tisztában egyes narcisztikusok, megosztanak a vélemények, de nyilván ez függ attól is, hogy egy narcisztikus hol helyezkedik el a spektrumon. Táltal, hogy magukat áldozatként állítják be, tehát ezzel empátiát, támogatást próbálnak szerezni másoktól, és ez a próbálkozás nagyon sok esetben teljesen jól is működik, miközben hát valójában ők azok, akik bántalmaznak és manipulálnak. Ez a rejtett narcisztikusok egyik legjellemzőbb jellemzője, és rengeteg a nők körében a rejtett narcisztikus. Mivel az emberek azok hajlamosak segíteni annak, aki gyengének, elesetnek, sebezhetőnek tűnik, így ez az áldozati szerepjáték hát mindig működik hiszékenyebb emberek irányába. Manapság rengeteg hiszékeny ember van a valóságban, azonban ha a narcisztikusok hát gyakran eltúlozzák a saját szenvedéseiket, vagy kitalálnak olyan történeteket, amelyekkel még inkább sajnáltatni tudják magukat áldozati szerepjátékkal, tehát kiváló narcisztikus forráshoz jutnak, és az igazság az, hogy ők valóban áldozatként élik meg magukat, ha a narcizmus, ha a narcizmus spektrum a felső fokán helyezkedik el, mivel az ott lévőknek egyáltalán nincsen semmiféle önreflexiójuk, nincs reális rálátásuk a saját tetteikre, hiszen önmagukat sem látják reálisan, így ebből kifolyólag értelemszerűen a külvilág is torzul. Utolsó nagy hazugság, ők megváltozhatnak, csak szeresd eléggé. Hát ez egy másik nagyon gyakori hazugság, amelyet a narcisztikusok elhitetnek, hogy képesek megváltozni, ha valaki elég szeretetet, elég figyelmet, támogatást nyújt nekik, tehát gyakran ígérgetik, hogy megváltoznak. Ha a partnerük, vagy a családtagjuk, vagy bárki más az kitart mellettük, és továbbra is szeretetteljesen bánik velük. Hát ez a, ez a remény azonban eléggé ritkán válik valóra. A tanárszisztikusok gyakran azért ígérnek a változást, hogy elkerüljék a következményeket, és fenntartsák a kapcsolataikat. Az igazság az, hogy a valódi változás az mély önismeretet és elkötelezett pszichoterápiát igényelne amit mint tudjuk a racisztikusok igen ritkán hajlandóak igénybe venni. Ehelyett inkább manipulálnak, érzelmi alkalmaznak annak érdekében, hogy másokat a továbbra is a közelükben tartsanak, irányítsanak. Tehát az a hit, hogy a narcisztikus megváltozhat, sok embert tart érzelmi csapdában, mivel hát remélik, hogy jövőben, idővel majd ez a kapcsolat ez javulni fog, azonban fontos felismerni, hogy a narcisztikus viselkedése az nagyon mélyen gyökerezik, tehát sorozatos gyermekkori traumák, ez az alapja, és a valódi változás csak akkor lehetséges, ha ők maguk hajlandóak szembenézni a saját démonjaikkal, saját problémáikkal, és keményen dolgozni a javulásért, de napjainkban ez még nem igazán jellemző, nem igazán gyakori, meglátjuk, hogy a jövőre vonatkozóan milyen tendencia lesz ebben. Tehát összegezve ezt a, az egészet, a narcisztikus személyek azok gyakran használják ezeket a hazugságokat, hogy manipulálják, irányítsák a, az embereket, azonban a, a valóság az, hogy Hát senki sem minden tudó, senki sem minden ható, senki sem istenszerű, és mindenki képes változtatni, boldogulni az életében. A narcisztikusok hazugságainak a felismerése és az elutasítása az segíthet abban, hogy visszanyerd az önbizalmad, valamint hogy egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet élhess. Ennyit mára. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, én köszönöm a figyelmet.